A tiltás ellenére három politikai csoport is tüntetett Budapest belvárosában a lezárások ellen. Jelenleg emberkísérletek zajlanak az oltásokkal kapcsolatban. Köztük volt a Mi Hazánk mozgalom is, amelynek elnöke Torockai László azt követelte, hogy hagyják békén azokat, akik úgy érzik, hogy immunisak a vírussal szemben. A BRFK álláspontja szerint a jelenleg folyamatban lévő esemény gyűlésnek minősül. Értem, amit elmondott, de nem értek egyet a jogi megítéléssel. Erre van a bíróság. A rendőrség a demonstráció ideje alatt folyamatosan igazoltatta a szimpatizánsokat, akik valószínűleg szabálysértési bírságra számíthatnak. Dóró Dóra, Mi Hazánk mozgalom alelnöke, vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallotta Böröc László, amit mondott, hogy szerinte felelőtlenség kivinni az embereket tömegesen ilyenkor az utcára. Szerintünk pedig az felelőtlenség, hogy észszerűtlen és sok esetben kontraproduktív lezárásokat alkalmaz a kormányzat, másrésztről pedig annyira eladósítja Magyarországot, amire a bokros csomag óta nem volt példa, illetve a bokros csomagot megelőző időszak óta nem volt példa. A Mi Hazánk mozgalom az észszerűtlen lezárások ellen tiltakozott, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Az például, hogy este 8 órától kijárási tilalom van, óriási zsúfoltságot eredményez az élelmiszerboltokban a munkaidőn kívül, tehát fél 5 és fél 7 között, ha valaki elmegy egy szupermarketbe bevásárolni, akkor látja, hogy tarthatatlan a másfél méteres távolság, és elképesztő zsúfoltság van ezekben az üzletekben. Az is visszás, hogy a kaszinókra nem vonatkozott ez az óriási lezárás az elmúlt hétig, tehát ők nyitva lehettek egy éven keresztül, miközben például egy vendéglátóhely... Nem fordulnak meg tömegek. Tehát oda nem muszáj bemenni a kaszinóba. Különböző kamerafelvételek napvilágot láttak, ahol teljesen világos volt, hogy maszkviselés nélkül, a távolságtartás nélkül szórakoztak ott emberek, és nem lépett fel velük szemben a hatóság. Tehát igenis, ezek olyan visszaélések voltak, és következetlenségek a kormányzat részéről. De ez feljósítja önöket arra, hogy emberek életét veszélyeztetve kivigyék őket? Egyrészt nem erőszakkal vittünk ki senkit, tehát mindenki a saját döntése alapján vett részt egy szabadtéri rendezvényen a mai napon. Mi kifejezetten kértük az embereket arra, hogy viseljenek maszkot, ezt egyébként majdnem maradéktalanul be is tartották, tehát ez a fegyelmezettsége. Én is jó pár felvételt láttam, ahol nincs maszk az embereket. Én egy olyan embert láttam az egész rendezvényen, aki nem volt maszk, az összes többi mindenkin volt. Kifejezetten kértük azt, hogy méltó körülmények között történjen meg ez a rendezvény, ez úgy gondolom, hogy sikerült is, és a másfél méteres távolság betartására is kértük az embereket, tehát nem gondolom azt, hogy felelőtlenek lettünk volna. Ugyan kell érteni azt a gondolatot, amit Torockai László mondott, hogy akik úgy érzik, hogy immunisak, azokat hagyja békén a kormányzat. Egyértelműen most már látszik, meghatározta a kormányzat is, illetve egészségügyi szakemberek, hogy kik azok, akikre különösebben veszélyes ez a vírus, ugye jellemzően az idősek, krónikus betegek, de azért a lakosság jelentős része úgy átesik akár ezen a betegségen, hogy észre sem veszély, semmilyen tünetet nem produkál, tehát vannak, akik nem veszélyes. Az is visszás, hogy a vendéglátóhelyeknek gyakorlatilag egy éve zárva kell lenniük. Itt azért is nagyon súlyos ez a helyzet. Kinyitná a vendéglátóhelyeket, épp az előbb mondta azt, hogy a tömeg az rossz. Hát akár csökkentett üzemmel, de igen, szerintünk működhetnének, mert jellemzően magyar kis és mikrovállalkozásokról van szó. Tehát ilyen körülmények között ők nem tudják ezt az óriási gazdasági terhet viselni, amit a kormány elvárna tőlük. És az, hogy egy vendéglátóhely akkor sem nyithat ki, hogyha egyébként a távolságtartás biztosított, hogyha megfelelő berendezések rendelkezésre állnak a fertőtlenítéshez, a szellőztetés is megoldott, és a távolságtartás is, és ilyen körülmények között sem nyithat ki egyik sem, ez egészen elképesztő. Miközben a jellemzően, egy pillanat befejezem, miközben a jellemzően multinacionális nagyvállalatok, akár egy bútoráruház, amely nem árul mondjuk létszükséglethez szükséges dolgokat, azok nyitva lehettek. Tehát ez is egy olyan egészen elképesztő kettős mérce, ami azt mutatja, hogy következetlen volt a kormánynak a lezárása. Hát akkor miért nem azt kérik, hogy zárják be a bútoráruházat, és miért azt kérik, hogy nyissák ki a kocsmákat? Azért, mert itt alapvetően arról van szó, hogy ha azt a politikát követjük, amit Orbán Viktor most belengetett a vasárnapi rádió interjújában, hogy akármeddig fenntarthatók ezek a lezárások, akkor ennek soha nem lesz vége. De van olyan nemzetközi példa, Dél-Korea esete, ahol gyakorlatilag minden nyitva van, még Szöulban is, ami egy világváros, nyitva vannak a kocsmák este 10 óráig, és a koronavírus megjelenése óta nincsen 1700 halottjuk, pedig
ötszöröse a lakosság a magyarországinak. Tehát van olyan nemzetközi példa, amely úgy mutat hatékony védekezést, hogy közben hagyja az embereket élni. Hát, csak nem és tudjuk, hogy mellette mit csináltak. Önök konzultáltak virológusokkal, orvosokkal, mielőtt ezt a 6 pontot összeállították? Ebben a 6 pontban nem csak járványügyi intézkedések vannak, hanem gazdasági intézkedések. A járványszolidaritási adó a legfontosabb pont ebből, úgy gondolom, ami a gazdaság újraindításához nagy mértékben hozzá tudna járulni. Tehát miközben az orvosok, ápolók rengeteget dolgoznak, jellemzően a vendéglátásból, turizmusból, a személyszállításból élők nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerültek. Eközben vannak olyan vállalatok, amelyek az egész koronavírus járványnak a haszonélvezői most tettek szert igazán nagy profitra. Szerintünk nekik hozzá kellene járulni a védekezés költségeihez, úgy lenne igazságos, hogyha azt a plusz profitot megadóztatnánk, és akár a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére, akár bérfejlesztésre tudnánk költeni. Hogy döntenék el, hogy melyik az a plusz profit? Hát például a gyógyszeripari vállalatok, a bevétele rendkívüli mértékben megnőtt az előző év azonos időszakához képest például. De azt olvashattuk, hogy a különböző multinacionális tech cégeknek is megnőtt a bevétele, egészen elképesztő profitokra tesznek szert, mivel most ugye távoktatás, távmunka keretében zajlik minden, sokkal több időt kénytelenek az emberek a képernyők előtt tölteni, ezért többet interneteznek. Szeretnénk azt is, hogy azok a multinacionális kereskedelmi vállalatok, akiknek szintén megnőtt a forgalma a kis vállalkozások bezárása miatt, az ők is járuljanak hozzá a járványnak a költségeihez. Jó, én értem. Így lenne igazságos, és ez volt a legfőbb követelésünk a kormányzat felé. Ezt egyébként a miniszterelnökséghez is be fogjuk nyújtani, el fogjuk juttatni, és elvárjuk a kormánytól, hogy valóban lépjen e tekintetben is. Az, hogy önök tömegeket, vagy tömeget vittek ki a parlament elé, az, hogy kérik azt, hogy a kocsmákat nyissák újra, azért az sok emberben azt a képzetet keltheti, hogy önök nem tartják veszélyesnek ezt a vírust. Mi az, ami meggyőzhetné a Mi Hazánk mozgalmat arról, hogy ez egy veszélyes dolog? Ez nagyon fontos ez a kérdés, és örülök, hogy rákérdezett, mert fontos tisztázni, hogy nem vagyunk vírustagadók, és nem is vagyunk oltás ellenesek. Tehát mi egy hogy kerültek egyékenyre a dr. Gödénye? Hát nem kerültünk egyékenyre, épp hogy ellenünk hirdette meg dr. Gödény az ő tüntetését, tehát az ő tüntetése kifejezetten a Mi Hazánk mozgalom ellen irányult. Tehát egyáltalán nem vagyunk egyékenyre, ezt fontos hangsúlyozni, és ezt is, hogy nem vagyunk vírustagadók, mondjuk vele ellentétben. Mi józan álláspontot igyekszünk képviselni. A visszásságokra mutattunk rá, másrésztről pedig szeretnénk azt, hogyha lenne olyan politikai erő Magyarországon, amely ezt a lezárás ellenességet képviseli, és azt az álláspontot, ez nagyon fontos, hogy a veszélyeztetettekre kell koncentrálni a figyelmet, őket kell leginkább védeni, és azok pedig, akikre ez nem veszélyes ez a vírus, az orvosok szerint sem, őnekik hagyni kell minél teljesebben, hogy élhessék az életüket, és dolgozhassanak. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy a vendéglátóhelyeket kinyitjuk, akkor ott elsődlegesen ott dolgozó emberekről beszélünk, akik elveszítették így a megélhetési lehetőségüket gyakorlatilag egy éve. Másrészt azt is figyelembe kell venni, hogy az egészségügyben például, és akkor befejezem utolsó gondolatként, hogy az egészségügyben az a leterhelés, amit ez az koronavírus okoz, az más beavatkozásoknak a halasztását eredményezi. Ez természetes járványhelyzet van. Így van. Azoknak az embereknek is romlik az egészségi állapota eközben. Nőnek a váró is. Ön közé tett a Facebookon egy bejegyzést, ami rendőri indokolatlan erőszakot tapasztal. Tartja még ezt a véleményet? Ugye kiadott a BRFK közben egy közleményt, az ön politikus társa azt mondta, hogy az ő sérelmére bűncselekményt nem követtek elő, vádolni nem akar senkit. Igenis, továbbra is tartjuk az álláspontunkat, Tamberger Tibor is, az bántalmazott vezetőnk is tartja az álláspontot. Ön állítja, hogy bántalmazták. Így van. Van erre bizonyítékuk is? Gumibottal gyomorszájon ütötték, az ő vallomása a bizonyítékunk erre, ő egyedül volt. És ez azért ő maga is nagyon mondta, súlyos. Hogy nem követtek el bűncselekményt? Nem igaz, hogy ilyet mondott. A BRFK hazudik. Több szempontból is abban a közleményben olyan állításokat fogalmaz meg a rendőrség, ami nem igaz. Azt állítják például, hogy senki
nem tett panaszt. Ez nem igaz. Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a rendezvény során panaszt tett az egyik ezredesnél a helyszínen, Tamberger Tiborral telefonos kapcsolatban, meg is nevezték például a járműnek a rendszámát is a rendőrség állításával szemben, tehát ez sem igaz a rendőrség. Tudják is, hogy melyik rendőr volt, azonosító száma volt neki? Két rendőr volt, a nevét nem írta fel nyilván a mi alelnök asszony, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.